A Verbászon megrendezett nemzetközi ökölvívó nemzeti kupán a Becsei Kickbox Klub tagja Szonya Vuksit nyerte a torna legjobb versenyzőjének járó serleget. A juniorok versenyében indult, az elődöntőben pedig Kazasztán képviselőit győzte le, míg a fináléban jobb volt a horvát versenyzőnél. Szonya egyébként kickbox bajnok, de abból ítélve, hogy ezen a versenyen is kiválóan teljesített, az biztos, hogy iridlésre méltó eredményeket halmoz majd ökölvívásban is, és méltósággal fogja képviselni Úbecsét minden versenyen. A konkurencia rendkívül erős volt, a saját kategóriámban egy kazasztáni és egy horvát versenyzőnővel mérkőztem meg. Az elődöntőben legyőztem a kazasztáni versenyzőt. Három kiváló fordulónk volt, és ő rendkívül keményen küzdött, mégis sikerült őt legyőznöm. Ami a döntőt illeti, amelyen a horvát versenyzővel harcoltam, itt bírói döntésre megszakították a második fordulót. Elégedett vagyok a meccsekkel és a közönség hozzáállásával is, amely mindvégig nekem szurkolt, bár még nem is ismernek. A torna legjobb versenyzőnőjének járó serleg pedig számomra rendkívül megtisztelő, hiszen éppen csak hogy elkezdtem az ökölvívást, és hogy látom-e magam az ökölvívásban. Úgy gondolom, hogy ez a sportág közelebb áll hozzám, jobban érzem, és úgy gondolom, hogy több fantáziát és tehetséget biztosít számomra, valamint, hogy nemesebb képesség. Ami pedig a kickboxot illeti, ezt mindenképpen folytatom. A hétvégén lesz az országos verseny, amely ugyanakkor kiválasztó is a válogatotthoz. Mi a saját módunkon készülünk fel, hiszen minden versenyzőnek megvan a saját stílusa, és büszkén elmondhatom, hogy a mi saját stílusunkkal kimagaslóak vagyunk a többiekhez képest. Ugyanakkor a minőség is megmutatkozott a versenyen. Kickbox bajnokunkkal, Szonya Vuksittyal az amatőr ökölvívást nem gyakoroltuk, azonban a hivatásos boxban aktívak vagyunk. Sok edzésen és felkészülésen van Szonya túl, ami az ökölvívást illeti, és mivel az amatőr ökölvívásban országos bajnok volt, ezért mertünk kiállni ezen a kemény versenyen, és a baráti klubunk a Nisi Vitéz színeiben versenyeztünk. Tervezzük aktiválni a mi ökölvívó klubunkat is, mivel a statútumunk alapján mi erre jogosultak vagyunk, és valamikor ökölvívással is foglalkoztunk. A klubban most kiváló lehetőségek vannak, akik már alig várják, hogy ökölvívással foglalkozzanak. Szonya számára nincs pihenés, ellenkezőleg intenzív edzés és felkészülés vár rá a következő versenyekre. Ez a nemzetközi verseny után pedig meghívást kapott a szerbiai ökölvívó válogatottba. A hétvégén polgártársnőnk részt vesz az országos kickbox bajnokságon, a lókik szakákban, amelyet Lazarevácon rendeznek meg. Ezt követően pedig a szarajevói junior Európa-bajnokság selejtezője vár rá Olaszországban.